Kedves nézőink, Nebojsa Vignyevics másfél hónapja írt alá szerződéset az Újpest FC labdarúgó csapatánál. Vendégem a szerb szakember, és Gresó Gergely, a klub sajtófőnöke, aki tolmácsolásban segít nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, úgy gondolom, van miről beszélgetnünk. Kezdjük talán a tegnapi mérkőzéssel. Kupameccs, Ferencváros, Újpest, ez mindig egy külön derbinek számít itt Magyarországon. Mi a véleménye a tegnapi találkozóról? Let's start with the derby in yesterday. Ferencváros, Újpest is always a fierce rivalry in Hungary. What you think about the game on Wednesday night? Both teams know that it's just the first half and they was a little more carefully. They look for own goal more than for the opponent goal. I said that we will try to score and it will be good for us. But I think, and I watched last two games against Ferencváros, Újpest lost, and because of that I think that my players was a little scared about that. We said that we will go for the win, but in some moments I didn't see that on the field, but I understand them. Mindkét szerettünk volna gólt szerezni, mindenképpen, viszont mindkét csapaton látszott az, hogy ez csak az első mérkőzés a kettő közül. Ezért úgy gondolja, hogy mindkét csapat többet foglalkozott a saját kapujával, mint a támadással. Kicsit kezdeményezőbbnek kellett volna lennünk. Talán az is oka lehet ennek, hogy látta az elmúlt két Ferencváros-Újpest mérkőzés, amikor ugye idegenben játszottunk. Mind a kettőt elveszítették a játékosok, talán kicsit ez is bennük volt, és emiatt óvatosabban játszottak tegnap. Most idegenben játszottunk, ez a hazai pályán következik egy héten belül, egy hét múlva visszavágó. Ugye tudunk ennél jobban játszani? So next week we play against them again, in the second leg. Can we play better than what we can see on yesterday? The best thing after this game, what I see, that we can play better. And my players know that, and now I think that they will have more confidence in the second game. And like I said, at our stadium I expect many our supporters, and with them this team can play much better, and we will be closer to the next round. Biztos benne, hogy tudunk. Ugye ez az első pozitívum is, amit a tegnapi mérkőzés után mondott és látott, hogy tudunk ennél jobban játszani. Bízik benne, hogy nagyon sok szurkoló kín lesz, nagyon sokat tudnak majd nekik segíteni, és az ő erejükkel együtt tovább tudunk jutni a következő körbe a Ferencváros ellen. Rögtön elfelejtjük a Fradi elleni meccset, de azért még egy picit beszéljünk róla. Ha megkérhetném, menjünk már végig a csapaton. Védelem, középpálya, támadósor. Mi a véleménye, mit látott tegnap? If we talk about one more question, about game against Ferencváros, for the team, the part of the teams, if you can give a brief analysis, for example, defense, midfield, attacking field, what did you see from those team parts? I think the defense was okay. It was very difficult with Bode, Diallo, Somalia, Jenner to stop them, and they play very good. I think that they didn't make any bigger mistake. I expect more on in the middle, especially from Vasiljevic. We missed him, but they play man-to-man all the match and he have the man on his back. It was difficult for him. And especially I expect more from Simon and Suljic. I think that these two players show sometimes that they are faster, they can beat their opponents, but I didn't see that they go for the goal. They played, but we didn't go for the goal. And for me, it's big different when you try something and when you go for do something. And I think that they try, but they didn't go for do it. And if I think that that was the bad thing in our play, in our game yesterday. Úgy érzi, hogy a védelemmel nem volt különösebb probléma, szinte hiba nélkül sikerült megoldani a védekezést, ami azért tartja nagy dolognak, mert azért Diallo, Böde, Jenner, Somália mind jó játékosok, és nehéz őket megállítani, úgyhogy a védekezés az rendben volt a csapatnak az első mérkőzésen. Középpályától többet várt, elsősorban Vasiljevic nevét említette, de azt is megjegyezte, hogy azért nehéz dolga volt, mert
emberfogással követték, és nagyon szorosan védekeztek rajta végig. És igen, támadásban pedig Simon Krisztián és Szuics-tól lehetett volna kicsit több, látta, hogy próbálkoznak, hogy nagyon akarnak, volt is néhány szép megmozdulásuk, viszont azt, hogy mindenképpen meg szeretnék szerezni a gólt, hogy mindenképpen a kapura törnek, azt egy kicsit hiányolta ettől a két játékostól. Also, if I can say that creative part of our team, these three players with Kabat, they didn't make enough chances to score. És ez a kreatív hármas, tehát a Vasiljevic, Simon és a Szuics, Kabat Péterek kiegészülve így most nem tudott annyi lehetőséget kialakítani. Örülök, hogy ezt mondta, hiszen mi mindannyian szeretjük a labdarúgást és a focihoz, ugye pontosan tudjuk, mindenki ért. Valahogy ugyanezt láttuk mi is, de én azt gondolom, hogy érthető egy picit a játékos, a játékot látva, hiszen van még egy meccs. Hogy fogunk kijönni ebből a mérkőzésből a visszavágon? What you expect about the second game? Will we qualify through the next round? The first thing, like I said, I am sure that we can play much better, and I think after this game, my players know that. Also, I think that we will have some players like Anton for the second game, what is very important, and so we will have also Balog in the middle. It's better for us, and like I said, the team will play, I think, better. And with supporters, I think that we can win and reach the next round. Igen, ahogy említette, nagyon bízik a továbbjutásban, tudunk ennél jobban játszani. Visszatér majd Anton bal hátvéd pozícióba, ezáltal a Balázs tud majd középen játszani, és a szurkolókkal együtt ki tudjuk harcolni a továbbjutást. A játékosok is magabiztosabban tudnak majd mozogni, úgyhogy hisz benne, hogy meg lesz a továbbjutás. Legyen így, és ez legyen egy szép karácsony ajándék az Újpest szurkolóinak, de most beszéljünk egy kicsit róla. A szezon végéig írt alá egyelőre, ugye ezt jól tudom, rövid távra tervez? Let's talk about something else. You only signed until the end of the season. It means that you plan with Újpest is only shorter. No, I don't play shorter, I play longer, much longer, no. When I came here, I know Újpest is a big club, I want to stay, but I also know that for last 10 years they didn't do nothing, and I think it's first club that I'm coach, and that he have history, and in that history 20 titles and 8 cups, and I would like to be part of that history, and to in maybe in next years to make something like that before. Nem, ennél sokkal hosszabb távra tervez. Edzői pályafutása során az Újpest az első olyan klub, amelynek tényleg igazán nagy története. Ugye 20 bajnoki címet nyertünk, 8 kupa győzelmet ünnepelhettünk, és hát neki az a célja, hogy a következő években ő is hozzá tudjon tenni ez a történelemhez, részesévé tudjon válni a klub történetének. But you know, in my job, like they said, bags are always packed, and you know, you are always ready to go. You never know. De hát ez a labdarúgó edző munkája az olyan, hogy a csomagok mindig össze vannak pakolva, mert sosem lehet tudni, hogy alakulnak. Ingatag a kispad, igen. Újpestre jött, mint említette, ismerte a történelmet is, hiszen játszott itt Magyarországon. Amikor elvállalta az edzőséget, a felkérést, tudta, hogy milyen feladat vár rá? You know the history of Újpest, you know the conditions about Hungarian football because you played here. When you accept the invitation, the contract, do you know what heavy job is waiting for you? Yes, I know. Yes, I know. And I must say that I was surprised. I think that now it's better than I was like a player here. I speak about stadiums and organization and everything, not only in Újpest, I mean in all clubs, in all league. With quality I was not surprised. I think that before some players, like I said, like in every club was some, no, not one, two, three good Hungarians
players. Now I don't see so many players like Kanta or I don't know Sokai or something like that. I don't see that now they have so many players. And I know that in Hungary they like to work a lot. They for every training, every game, you gave her your maximum. And like I said, I know that I come to the club with big ambitions, with great history, and I don't afraid of that. I take that. I know that it's a big pressure, and who want to be in Újpest, he have to take that pressure with all good things about Újpest, supporters and everything. You must take that pressure if you want to work here. Igen, tudja, hogy nehéz munkára vállalkozott. Aki Újpestre jön, legyen az játékos edző. Számolnia kell azzal, hogy ugye eredményeket kell elérni, meg kell birkozni azzal a nyomással, ami ezzel jár. Viszont ez egyben jó dolog is, hiszen együtt jár például a fantasztikus szurkoló táborra. Valóban ugye játszott Magyarországon 10 évvel ezelőtt, és azt kell mondania, hogy a körülmények azok jobbak lettek. Kicsit meg is lepődött a csapatok szervezettségére gondol, vagy akár az infrastruktúrális állapotok nagyon sokat fejlődtek azóta, és ez mindenképp egy pozitív dolog. Az pedig nem változott, hogy a magyar játékosok, illetve a magyar emberek úgy látja, hogy nagyon szorgalmasak, szeretnek dolgozni, nincsen probléma a hozzáállással. Amit kicsit hiányol, és ami változott, az viszont az, hogy a korábban, amikor játékos volt, akkor több olyan labdarúgó játszott a klubokban, mint például az MTK-ból, most Kanta József nevét említette, vagy a Debrecenben Szakály Péter, aki jobban meghatározta azokat a klubokat játékban, illetve a klubok karakterességét is, tehát akkor a csapatokban 2-3 ilyen játékos is volt, most ezt annyira nem látja. Reméljük később látni fogja, hogyha tovább itt marad nálunk, és remélem, hogy Újpesten marad. Látott néhány mérkőzést, ugye mondta. Milyen színvonalú a magyar bajnokság a tapasztalatai szerint? Ezt most már el tudja mondani, gondolom. You've been here for a while. What you think about the quality of Hungarian first division and Hungarian football in general? I think it's not in top of the European football. It's somewhere in the middle. But like I said, that I was surprised with the infrastructure and everything what's happening now. I think for the few years, the quality must be better. Must be better, but you need the quality work, but not only in the first division, especially with youngs. That's the most important thing. If you want to make something, we also see that national team of Hungary have a problem. I think that now we have chance, Hungarian football to have chance with everything what's happening for 1, 2, 3 years to make a bigger step and come to the Europe. I think that now they are on the edge. They are on the edge, they are, but with a little more, it's not little more, it's much more quality work with younger and in the first division. Soon everything will be up and everyone want to we see that clubs from Azerbaijan, Kazakhstan play European League. I don't see why in European League or maybe in Champions League every year. I think Hungary in the next years must have one or two teams. Nincs a top bajnokságok között a magyar bajnokság, a magyar futball sincs ott a legjobbak között jelenleg. A középmezőnybe helyezi el jelenleg a labdarúgásunkat, viszont azt gondolja, hogy azokkal a pozitív változásokkal, pozitív kezdeményezésekkel, amik jelenleg zajlanak a labdarúgásban, például az infrastruktúrális fejlődések, az meghozza majd a gyümölcsét, és ez egy pár éven belül mindenképp jobbá válhat ezáltal a labdarúgás. Nagyon sok munkára van szükség, és fontosnak tartja kiemelni, hogy itt nem csak az első osztályjal, meg az élvonallal kell foglalkozni, hanem illetve a válogatottal, hanem mindenképp sokat kell fektetni az ifjúságba, az utánpótlás fejlesztésbe, mert most úgy érzi, hogy kicsit úgymond a szakadék szélén táncolgatunk, és hogy
viszont vannak olyan remek kezdeményezések, amelyek nagy lökést adhatnak ahhoz, hogy jó irányban mozduljon el a magyar labdarúgás. Szívemből beszélt, mint egykori sportember, ugyanezt mondtam, hogy ha nincs utánpótlás, nincsenek fiatalok, akkor nagyon nehéz építkezni, legyen bármilyen a bajnokság, és legyen bárhány, akárhány külföldi játékos a magyar bajnokságban. Ezt csak így közbevágtam. Akkor beszéljünk az Újpestről. Amikor idejött, azt mondta az első nyilatkozatában, az első mondata az volt, hogy nem vagyok varázsló, nem tudok csodát tenni. Azóta eltelt egy kis időszak, tehát már egy kis csodát talán azért. When you came here on the press conference, you said that you're not a wizard, you cannot make magic in short time, but still, since you're here for more than one month, can you do some little magics, maybe? How you see that? I think that we are better now. But I also said that I didn't came here to make the things better because Újpest was on the bottom and it was easy to make better. I came here to make a good Újpest. Better Újpest is not a problem because they was 15 and now we are better, you know. Yeah. For this time it's okay, you know. We need more time, especially this time I used to see what the players can do, what the team can do. I think that behind us we have the club and we have no any problems, just to work and to play good games and it will be good. But yes, I'm not magician, I need time, progress we have, but also I think that this time is good for analysis and on the end we will see what we missed with the players or with the team and after that, we must be better. We must be better. Now I said that we must be better and we will be better, but we need some quality players also in some positions. And now I know that they give 100%. They are better than before 1 month, I'm sure. But sometimes it's not enough for the Újpest what we all want. Fejlődés van, varázslat azért nincsen. Látja a fejlődést a csapaton és a játékosokon, jobbak vagyunk, mint a múltkor, viszont amint ezt említette, nem azért jött, hogy jobbak legyünk egyszerűen, hanem tényleg egy erős csapatot hozzon létre. Nem volt nehéz jobbnak lenni annál, mint amikor idejött, hiszen a 15. helyen állt a csapat, most ennél azért előrébb állunk. Viszont hosszú távon kell nézni a dolgokat, és tényleg egy igazán erős csapatot szeretne létrehozni. Most lassan vége van a szezonnak, lesz majd arra idő, hogy kiértékeljük a dolgokat, megnézzük, hogy mik történtek, és biztos abban, hogy egy még jobb Újpestet fognak majd látni a szurkolók, illetve a labdarúgás szeretők, viszont ehhez kell majd némi minőségi erősítés, kell majd egy-két játékos, hogy ez végbe menjen. Megelőzte a kérdésemet, mert ez lett volna, hogy ugye már nem sok van hátra, mert egy kupa visszavágó, meg talán egy forduló, a előrehozott tavaszi forduló, és akkor jön a téli felkészülés, a téli szünet. Neveket még nem tud mondani, vagy nem is akar, ugye? De posztra szeretne erősíteni. So, he assume you don't want to give names, but are there any specific position you want to sign player? In the winter break, I know that we don't have balance in this team. We have, I think, 3 or 4 players on the right back, and we have only one on the left back. It's not good for the team. It's not good because now we have problem. Balázs Balogh play on the left back. He's good midfield player, but I use him there. It's good, but it's not good for him and for us. So we need the left back. Because of competition, also I think that we need in every line one or two players. In defense, we have only 3 central defenders, and Vermes he have problem always with his knee. We don't know what's going to happen to him, so we need there 2 central defenders. Also, I think we need every player who can bring us quality for the Újpest as we want, you know. And I think that we need also 1 or 2 attackers. And
We will see. We have three, four more games, and I think that some players are better now, and we will see to the end what can show to me. If they show me that can, they can play better, that they can make a new progress, they will stay. If not, we will see on the end exactly what we need. But we need every player who can play on the level what we want. Alapvetően szükségünk van minden játékosra, aki azon a szinten képes teljesíteni, ami Újpesten elvárható. Azt látja, hogy nincs igazán balansz, nincs igazán egyensúly a csapatban. Azt említette példaképp, hogy 3-4 játékosunk is remekül játszik, jobb hátvédet, bal hátvéd viszont csak egy van a keretben. Ráadásul most José Mari Anton is sérült, úgyhogy Balogh Balázs játszik ott kényszerből. Megoldja, nem erről van szó, de Balázs egy jó középpályás, ezért se a csapatnak nem jó, se neki nem jó az, ha ő bal hátvédbe kell, hogy játszon. Alapvetően ezen kívül még a középső hátvéd, tehát középhátvéd pozícióban tervezünk erősítést, mert hárman vannak oda, Vermes Krisztiánnak sajnos visszatérő problémái vannak a térdével, nem minden mérkőzésen tud pályára lépni, és a középpályás és a támadósorban is azért el tudnak képzelni egy-egy erősítést. Ezen kívül van még hátra most a beszélgetés pillanatában 3 mérkőzés a szezonból, ez pedig egy jó lehetőség a most keretben lévő játékosoknak is, hogy mutassanak egy olyan új szintet, hogy miben tudnak előrelépni, és hogy ők bizonyítsák, hogy rájuk is lehet számítani. Szóval még azért a hátralévő 3 mérkőzés is hivatott dönteni arról, hogy milyen igazolások születnek majd a téli szünetben. És még akkor reggel nem látott játszani. And you didn't see him play because he's very good also. That's very important. I don't like when someone said, try. You and I, we can try. And we will play with our heart. But we cannot play. Because it's big different because I don't like... Many supporters can try. Yeah, we will try. But we want to do something, you know. Igen, ez a mindig... Azt szoktam mondani, hogy amikor a szurkolók is azt mondják, hogy próbáljanak megjátszani, mindenki megpróbál játszani, ha ön játszana, vagy ő játszana a pályán, a szívét, lelkét kitennék mind a ketten a pályán a csapatért, ebben biztos, a játékosok is így vannak ezzel, de hát ez nem elég. Give your best, I will give my best, but it's not enough for the Újpest, and you will give your best, you like. Akik itt ülnek, az aztán a legjobbakat nyújtanánk az Újpestért, az kétségtelen, hogy így lenne, ha lehetőséget kapnánk, de hát azért ez nem lenne semmire elegen. Ezt elismerem, biztos kevés lenne. Ha már a csapatról beszéltünk, az összeállításról, ugye játszik nálunk magyar, szerb, belga, és ki tudja hány országbéli játékos, ami nem baj, hiszen az Újpestért dobog a szívük, az Újpestért hajtanak. Hogyan kommunikál velük? Jó, itt most angolul folyik a társalgás. De hát azért mindenki tud angolul, mindenki tud franciául, vagy nem is tudom ezt, nem is értem. There is a lot of nationality in the dressing room, which is not a problem, because they all doing their best for Újpest, but what about the communication? Is everybody talking English, or how do you take care about these communication problems? I write one book, and it will be soon. It's a book, new language, what I speak. It's Hungarian, English, Serb, French, German in one. Igen, hát ez tervezi egy új könyv megírását és kiadatását, egy egészen ilyen különleges nyelven kommunikál. Ami all in one. Ami mindent egybefoglal, magyar, angol, francia, spanyol és német szavakat és szerb szavakat természetesen egyszerre, úgyhogy így próbálkoznak a megoldásra. It's difficult, you know, and I try to help everyone, because like I said, we don't have too much time, some players don't know English, some players, it's hard to explain some players in English. I sometimes try to speak even 3 or 4 words in Hungarian, 5 words what I know, and I think it's better, and I try to help, and I must find a way for communication. If I ask something from them, I must explain them, and sometimes it's very difficult, but until now it's okay. But I spoke with them, and I expect from them to make communication between himself. They must know Hungarian,
but because sometimes you think in the game you don't have to think in English and to translate someone, that the communication is very important. And I insist with the players that they speak in Hungarian, in English, in every language, to make some communication, and it's going to be much more easy for them in the field. Igen, hát az, amikor nem minden játékos beszél azért tökéletesen angolul, előfordul az, hogy egy 4-5 szót magyarul is azért a nyomaték kedvéért, meg mégis más, amikor a magyarul mondja azokat az utasításokat, amiket a játékosoknak szánt, hiszen az alapvető dolog, hogy ha kér valamit a játékosoktól, hogy hajtsanak végre, akkor azt ugye át is kell nekik adni. Emellett pedig ragaszkodik ahhoz, hogy a játékosok, hogy magyar vagy angol, mindegy, csak hogy legyen egy olyan nyelv, amit így közösen elsajátít a csapat, hiszen a pályán az egymás közötti kommunikáció nagyon fontos. Nem volt ebből, mióta itt van, különösebb probléma, de mégis azért említette, hogy ehhez ragaszkodik, hogy legyen meg egy közös nyelv, amin legalább valamilyen szinten mindenki tud beszélni. Hiszen gyakran nincs arra idő, hogy a pályán nagyon átgondolja még az ember a dolgokat, hogy most még lefordítsa magába, hogyha egy csapattársnak szólni szeret. Igen, lehet, hogy magyarul sem jutna eszébe, mit akar hirtelen mondani, de ha javasolhatok valamit, úgyis jön most a téli szünet, nem tudom mennyi, ezt majd megkérdezem, hogy mennyi szünetet kap a csapat. Hetente 10 szót elsajátít minden játékos. A magyarok mondjuk angolul 10 szót, a külföldiek magyarul 10 szót, természetesen az edző is, és komolyan mondom, tavasszal lehet, hogy már tudnak beszélni egymással. Maybe it can be a homework for the players and the coaches as well during the winter break to learn 10 words in Hungarian and 10 words in English every week. Yes, it's a good idea, and I will probably do something like that. To come everyone with a paper when we start preparation with words, what I speak about our game in your language, in Hungarian, in English. It's nice. And I speak already with Sloboda Čanad, he is from the club, and he will also make some lessons in English, you know, and we must to find the communication. But I think if the people are okay, they always find the communication if they are open, and it's not a problem. Ez egy remek ötletnek tartja, és valószínűleg valami hasonlót be is fog majd vezetni, hogy úgy jöjjenek vissza a játékosok, hogy fel legyenek írva a magyarul és angolul is azok a szavak, amiket a pályán használ, vagy ő használ a taktikai utasítás közben. Egyébként így a nyelvtanulás témájában már beszélt Sloboda Csanád kollégámmal, aki az Újpest FC alkalmazottja, és szakfordítóként dolgozik, hogy ő tartson majd órát a játékosoknak, mert tényleg nagyon fontos a kommunikáció a játékosok között és az edzők között. Ritkán esik meg, hogy egy riporter és egy edző ugyanazon a nyelven gondolkodik, tehát egymásra találnak. Ez most akkor hála Istennek sikerült. Egy az egy darab kérdést szeretnék feltenni, amit nem tudok kihagyni. Pár nappal ezelőtt Balajca Szabolcs ült itt velem szembe. Mi a terv a kapusunkkal? Erről lehet beszélni, vagy ez még titok? A few days ago, Szabolcs Balajca was in the same chair. And what will happen to him? Do you know about something? Because his contract will expire in the summer. And what we will do in the goalkeeper position? Well, I don't know about his contract, nothing. He's okay, he's good, I think. There is no problem that I know. I don't know what the people from the club think, but I think that he's one of the captains, one of the leaders in this moment, and for me he's number one. Nála Balázs a Szabolcs az első számú kapus. Nem tudja, hogy mi van a szerződésében. Nem tud mindenki nevével beszélni a klubtól, de nincs semmi probléma a Szabolcs teljesítményével, szerinte jól véd, és ő az első számú kapus, úgyhogy nem gondolkodik ebben a kérdésben. Akkor ezt a kérdést is kipipáltuk. Itt a végére szeretnék még egyet. Ugye az biztosan tudja, hogy mennyi szünetet kapnak a játékosok. Ki fogja adni, hogy mennyit lehet hízni, vagy mennyit nem szabad hízni. És utána kezdődik egy felkészülés tervez edzőtábort. Mennek-e valóban, vagy itthon a Megyeri úton készül a csapat?
There will be a long winter break. The players will get a resting period, sure, with a personal training program. But when we start the preparation, how do you plan it? Will we go for abroad for training camp? Will we train here in Újpest? What's your plans? The most important period for us, I think, will be when we finish this game, this season, because of we have to make a good selection. That's the most important thing. After we start 12th of January, and we will be here until, I think, 3rd of February. It's not exactly now these dates, but probably after that we will go to the Turkey for 12 days, and after we are here again. In Turkey we will have, I think, 6 or 7 games, and that's it. I hope that we will have good weather here to make everything what we want, and I think that we will be ready for the next season. But the biggest job for us begin when the season is end. Te először is ugye azzal kezdeném még a felkészülési program előtt, hogy a legfontosabb munka számukra az lesz, hogy amikor véget ér ez a három mérkőzés, véget ér az őszi idény, akkor egy úgymond szelekciót kell tartani a kereten belül. Úgyhogy ez lesz még az idei év feladata. Az már biztos, hogy január 12-én kezdődik a felkészülésünk itt a Megyeri úton, Újpesten. Lesz külföldi edzőtábor, valószínűleg a tervek szerint február 3-a, 4-e környékén Törökországba tervezünk egy közel 2 hetes, 12 napos edzőtábort, ahol szeretne 6-7 mérkőzést, edzőmérkőzést is játszani, ez a terv. Utána szintén továbbra is az edzőtábor után Magyarországon, Újpesten készülnénk, hát nagyon bízik benne, hogy az időjárás ezt nem fogja ellehetetleníteni, úgyhogy ez várható a felkészülési időszakra. Hát kedves Nebojsa, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Így karácsony előtt azt kívánom, hogy kapjatok sok-sok szép ajándékot a családtagoktól, a játékosoktól, és adjatok nagyon sok szép karácsony ajándékot a szurkolóknak és nekünk újpestieknek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.